kis pályán mutathatták be foci tudásukat a legkisebbek, hiszen 24. alkalommal szervezték meg a Főnisz kupát a Gombócleső utcában. A mostani megmérettetésre 10 csapat nevezett, és olyan klubok U7-es csapatai látogattak el Székesfehérvárra, mint a Felcsúti Puskás Akadémia, a Királyese, Gyirmót és a BVSC Zugló. Kovács Attila, a Phoenix Gold FC U7-es csapatának edzője fontosnak tartja, hogy lehetőségük legyen a fiataloknak megmutatni tudásukat ilyen és ehhez hasonló sporteseményeken. Szeretnénk nekik minél több lehetőséget arra adni, hogy más csapatokkal játszanak, és megmutathassák magukat itt, hogy ők hol járnak a fejlődésbe, meg a szülőknek is esetleg többet így látják a srácokat, hogy játszanak más csapatok ellen. A Phoenix sikereiért ezúttal duplán lehetett szurkolni, hiszen két csapattal is indultak a kupán. A tornát 2-5-ös csoportban bonyolították le a 13 perces mérkőzéseken. A csoportok első két helyezettje rájátszásos rendszerben küzdhetett meg az első helyért, valamint a dobogóért. Smeló István, a 3. kerület U7-es csapatának vezetőedzője elmondása szerint mindig örömmel fogadják el a Phoenix meghívását a kupára, hiszen itt rengeteg tapasztalatot és élményt szerezhetnek a kis futballisták. Ahogy láthatjuk, itt Fehérvárra jövünk, vagy a Phoenixre, ott igazából fizikálisabbak is a meccsek, jobban bele kell menni a párharcba, így, hogy palánk van, szóval technikailag is kell azért, de inkább az erősség az, hogy oda kell pakolni. A tornán hazai siker született, hiszen a Phoenix Gold egyik csapata végzett az első helyen, a Göd és a Gyirmót előtt.